horgászat a kritikusok szerint csak unalmas egy helyben ülés, ahol nem történik igazából semmi. Azok, akik szenvedélyes horgászok viszont úgy vélik, a horgászat az egyik legjobb kikapcsolódás a világon. Az emberek ilyenkor elvonulnak a városok zajától, vagy az otthon nyüzsgésétől, akár egymagukban, akár baráti társasággal egy szép horgásztó vagy folyó partjára, és egész nap lógatják a horgászbottyaikat a nagyobb halakra várva. Csikóstöttösön is ennek az érzésnek hódoltak a helyiek a festői környezetű hábító partján, a 7. alkalommal megrendezett horgászversenyen, amit hagyományosan május első hétvégén rendeznek. 2013 óta szervezzük minden évben május második hetében a horgászversenyt. Idén 23 nevezővel indultunk, reggel 9 órakor kezdődött a verseny, fél egyig horgászhattak a versenyzők, idén kevesebb kapás volt, de annál nagyobb lelkesedéssel vettek részt a tagok, és utána pedig egy kis ebéddel vendégeljük meg a családokat. Az első három versenyzőt díjazzuk, 3 kiló 40 dekával nyert az első, egy 10 dekával maradt le a második versenyző, és utána már a kisebb kárászokat fogták, és azokat pedig egyben mértük. Mindegyik horgászversenynek különbözik a szabályrendszere. Ez függ a tó méretétől és a horgász egyesület szabályrendszerétől. Ezen a versenyen az volt a szabály, hogy a halakat súlyuk mérése után visszaengedték a vízbe, a győztes így a zsákmányt ugyan nem tarthatta meg, a dicsőség viszont az övé lett így is. Hajdics Zsombor a verseny kezdetétől horgászott, ám a kapás nála sem jött azonnal. Aztán a 3 kg 40 dekás pontja ő lett a horgászverseny győztese. Reggel 9 órakor kezdődött a horgászverseny, fél egyik tartott, és kb. Egy óra, másfél óra lógatás után fogta, hogy 3,4-es pontjot, mivel nagy valószínűséggel megnyertem a horgászversenyt. Nagyjából egy 3-4 éve horgászok, tag vagyok a Hábitavi tón, mint horgász. Fűzött kukoricával fogtam halat, illetve vetetőanyaggal. Nagyon szépen vitt a hal. Fölvitte a kapásjelzőt, egy ejtéssel hozta ki fel a part felé, és megfogta a sikert. Nagyon jó kikapcsolódás szerintem ez a horgászat, jó a társaság, jó a természet, egy jó kikapcsolódás igazából. A verseny hőse a második helyezett Gálosi Gyula lett, aki annyira keményen küzdött fogásával, hogy a horgászbottyának a vége le is tört a ponty erejétől. Bár a küzdelem nagy volt a hallal, végül mégis a hálóba került, hogy kiderüljön, csupán 10 dekával maradt el a győztes fogástól. 8 óra azóta volt bedobva a bot, és most jött az első hal. Az első kapásom is az első hal. Pellettel, és etetőanyagom egy epres anyag, egy édes epres anyag volt. Évente egyszer rendezzük itt meg, és csak ide járok, én máshol nem járok. A horgászat kortalanságát mutatja, hogy a fiatalabb korosztály is szép számmal mérettette meg magát a versenyen. A győztes is egy ifjú horgász volt, azonban akadtak nála fiatalabb versenyzők is. Csavari Zsolt ugyancsak egy kárászt fogott a versenyen, ám kiemelte, azért szeret horgászni, mert megnyugvást jelent neki a természetben lenni. 8:30 fele jöttem, és ott a horgászok. Kukoricával, pálinkás kukoricával, és féder felszereléssel. Megnyugvást ad, és szeretek a természetben lenni. Pintér Szilárd Csikóstöttös polgármestere, bár ő maga nem hódult a szenvedélynek, azt mondta, a verseny jelképes, az összetartozást erősíti a horgászegyesület tagjai között. Nagyon fontos számomra, hogy 2013-ban a faluszépítés horgászegyesület tavat ki tudta ide alakítani, azóta folyamatosan ez a társaság formálódik. Ma 64-en vagyunk tagjai ennek a horgászegyesületnek, és a toppos pályázat mentén 2018-ban ezt a mögöttünk lévő szociális blokkot ki tudtuk alakítani. Ma 64 tagból
és abból családjából több mint 50-en részt vettek ezen a versenyen. Ez a verseny azt gondolom mindenféle jelképes. Ez arról szól, hogy összetartozunk, próbáljuk meg reggeltességig jól érezni magunkat, és még hogyha nem is mindenféleképpen a legnagyobb halat sikerült kifogni a tóból, de mindenki sikeresnek értékeli mai napot.